Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a média válogatott sztár titkok, és el kell, hogy mondjam, hogy ebben a pillanatban már elkezdtem olvadozni, mert egy igazán gyönyörű és nagyszerű énekesnő van itt velem együtt. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam. Itt van velünk Nyári Aliz. Szia Aliz, nagyon sok szeretettel köszöntelek a műsorba. Szia, én is mindenkit sok szeretettel köszöntök. Drága Alizom, hát mi jól ismerjük egymást, hiszen van egy közös dalunk is, de ebben a beszélgetésben általában mindig a beszélgető partneremmel onnan szoktunk elindulni, hogy hát milyen volt a gyerekkor, de hát neked az még nem is olyan régen volt, hiszen te még nagyon fiatal vagy, de azért mégis mesélj arról, hogy hogy telt a te gyerekkorod, azért egy Nyári Károlynak a lányának lenni, azért az feladat, meg hát azért gondolom sok izgalommal is járt. Mesélj egy picit arról, hogy milyen volt a kis Aliz. Hát először is köszönöm, hogy ugye itt lehetek, és tényleg beszélgethetünk, hiszen így már a zenén keresztül beszélgettünk, de most hát ugye elmondom, hogy egy gyermekkorom nagyon-nagyon szép volt, és valójában a zene köré épült már akkor az életem, tehát amióta tényleg tudom az eszemet, hát mindig csak a zene volt. Én 4,5 évesen kezdtem el a klasszikus zongora tanulmányaimat, amikor hát a zongora alá bújtam, és akkor ott babáztam. És Edith, ugye nővérem, akkor már elkezdte a zongora tanulmányait, és ő gyakorolt, és én pedig egy ponton előmásztam a zongora alól, és akkor fülből lejátszottam, amit ő ugye gyakorolt, és akkor így kor engedménnyel felvettek a zeneiskolában, ugye előképzőt elvégeztem utána a konzervatóriumot zongora szakon, tehát hogy igazából nekem a zongorával indult az egész. Az éneklés az már később, akkor már voltam 7-8 éves, amikor egy musical előadás sorozatba kerültem bele, ami hát egy hatalmas produkció volt, és heti háromszor ment 3 éven keresztül a Pesti Vigadóban, ez volt a Musical World, és hát számos olyan előadót ismertem meg, akár Szulák Andrea, Détár Enikő, és velük valahogy olyan jó kis viszony alakult ki, és annyira inspiráló volt tényleg ez a közeg, közel 60 fős zenekar, és több külföldi turnén jártunk, hogy én valójában akkor így eldöntöttem, hogy akkor igen, ebben szeretnék foglalkozni, és hát ez azóta is tart ez a na, de az szerelem. Apukád egy fantasztikus énekes, én rajongok érte, és nyilván itt sok százezer emberrel együtt eszem mindezt. Úgy kell elképzelni, hogy mondjuk kislány korodban ő odaült az ágy mellé, és akkor énekelt nektek? Tehát, hogy ez mindig adagolta nektek a zenét ilyen formán? Hát valahogy mindig, tehát még ha ugye nem is figyelt erre, hogy akkor most pontosan ugye nekünk játszon, vagy énekeljen. Hát a mai napig úgy van, hogy mondjuk készülünk, vagy ő készül egy koncertre, akkor ugye egész nap szól a zene a házban. Tehát, hogy nálunk olyan nincs nagyon, hogy akkor ott csend és nyugalom lenne. Tehát, hogy valaki mindig gyakorol, valaki mindig készül, vagy az öcsém, aki ugye klasszikus zongora szakon tanul a zeneakadémián, úgyhogy nálunk tényleg a zene egy ilyen magától értetődő dolog. Tehát valahogy annyira természetesen jött mindannyiunk számára, hogy nem is tudtunk volna mást elképzelni. És mindezt az óvodában, meg az iskolában hogy élted meg? Tehát, hogy hogyan tekintettek rád a többiek? Hát nehéz volt, tehát hogy azért mindig volt egy ilyen kettősség, hogy nyilván ugye napközben ugye az iskolában helyt kellett állni, én mondjuk nagyon jó tanuló voltam, kitűnő voltam végig. Ne csináld, hogy tehát van egy gyönyörű szép lány, és még jó tanuló is. És akkor utána, hát ugye este pedig mentem fellépni, és akkor sokszor ugye, hát későn éjfél egy órakor értem már ugye akkor haza, de valahogy ez az életforma ugye annyira beszippantott, tehát főként ugye gyerekként ugye ilyen élményeket megérni, hogy ezt nem cserélném el semmire. Én amikor az első találkozásunkra emlékszem, az egy Dáridó felvétel volt, és nem tudom, 4 vagy 5 éves lehettél, igen, a muzsika hangját énekeltétek apukáddal együtt. Engem nagyon-nagyon megfogott. Onnantól kezdve lényegében akkor ez egy folyamatos pálya, vagy volt esetleg néha egy-egy kihagyás, valami más esetleg elhívott más irányba? Hát soha nem volt. Tehát, hogy mindig, amióta tényleg az eszemet tudom, és gyerekkorunk óta ez is egy már egy bevált dolog, hogy ugye együtt léptünk fel már akkor, ugye édesapámmal és nővéremmel, tehát, hogy mindig, tehát nem is emlékszem olyan napra, amikor ne lett volna a zene ott valahogy az életembe, és
emellett természetesen egy másik diplomát is elvégeztem, ami a kommunikáció média tudomány szakon, amit pedig szintén a zene miatt szerettem volna, tehát hogy ez nem egy más irány, hanem inkább azt szerettem volna, hogy a másik oldalára is legyen egy rálátásom. Akkor most meghallgatunk néhány dalt, és aztán utána a szünet után akkor folytassuk majd ezzel a média válogatottban Nyári Alizzal. És már is itt vagyunk a média válogatott sztártitkok vendége Nyári Aliz, aki most már elárulta, hogy ugye a zenei pálya mellett kommunikációs végzettséged is van. Na mesélj egy picit erről, mert ezzel engem is megleptél, megmondom őszintén, és nagyon dicséretes dolog, hogy nyilván a zenei pálya mellett választottál egy másik úgymond szakmát is, de hogy jött ez az életedbe, minek hatására, és mit kell erről tudni? Hát valójában így van ez, és amit mondjuk sokan szerintem nem tudnak, és ez is egy titok, amit most, vagy hát nem egy olyan nagy titok, de sokan szerintem nem gondolják, hogy ugye ezeket a nagy koncerteket, ezeket a nagy produkciókat, amit ugye látnak akár a tévében édesapámtól, vagy tőlünk, azokat mind ugye mi családilag hozzuk létre. Tehát, hogy emögött, az egész mögött édesanyám az, aki a több, mint most már mondhatom, hogy 30 éve Edith működik. Asszony. Edith, igen, édesanyám, aki több, mint 30 éve működik egy saját művészeti produkciós irodánk, amit még édesapám alapított, amikor Hollandiából hazaért. Tehát ő nagyon sokáig, 14 évig dolgozott ugye Hollandiába, és amikor hazajött, akkor ugye ez a sok kulturális inspiráció és ez a zenei töltet, amit ugye ott kapott, ő ezt szerette volna egy kicsit ide Magyarországra is behozni, és akkor ugye megalapította ezt a produkciós irodát, ami azóta is ugye működik. És hát édesanyám ugye egy személyben ugye viszi ezt az egész irodát és szervezi ezeket a nagy koncerteket, és én mindenképpen szerettem volna, hogyha ebben professzionálisan tudok ebben is ugye részt venni, és tovább vinni ezt a vonalat is, hiszen úgy gondolom, hogy ebben is nagy igény van. És akkor az egyetemi évek alatt jártál fellépni, és közben még tanultál? Igen, tanultam, illetve hát ugye a zenét is tanultam, tehát hogy azt is mindenképpen ugye intézményesen szerettük volna tanulni, és tehát, hogy valahogy úgy egybe kellett ugye mindent sűríteni, de ez szintén egy olyan dolog, amit nem csinálnék másképp. Na biztos. Jó, és akkor hol van itt a szerelem? A szerelem az egy csodálatos dolog, hát az valahogy ugyanúgy, mint ahogy a zene, az mindig valahogy így adja magát. Tehát, hogy azt se kell keresni, azt se kell úgymond időt szánni rá, tehát hogyha az ott van az ember életében, akkor az észrevétlenül ott van. Sorsszerűen bejön az életedbe, és akkor te hagyod, hogy ugye be is sodorjon titeket. Én nagyon gyakran látom, hogy szeretsz főzni, sütögetni. Nem tudom, főzni is szeretsz, vagy inkább a sütögetés az, ami a... Mind a kettő. Tehát, hogy inkább a sütés talán, amit nagyon élvezek, tehát, hogy inkább ez a kreatív folyamat ebben is. Tehát, hogy én nagyon megtalálom ebben is azt a kis alkotói dolgokat, hogy hogyan tudom például szépen feldíszíteni egy tortát, vagy tehát, hogy én ezt nagyon szeretem gyerekkorom óta. Igen, dekoratívak is, tehát, hogy finomak is gondolom, meg nagyon dekoratívak, tehát te külön energiát szentelsz annak, hogy azért ez szépen is nézzen ki. Igen, ez a én dolog. Abszolút. És ezt te használod is esetleg mondjuk ilyen kis boszorkánykodásnak? Tehát, hogyha mondjuk egy fiú lelkét el akarod csábítani, akkor mondjuk készítesz neki valami különlegeset? Igen, hát szoktam, ez egy titkos fegyverem, tudod? De hát tényleg én azért teszem, mert ez az, amiben igazán bele tudom rakni magam, tehát jó szívvel tudom adni, akár amikor van egy névnap, egy születésnap, akkor ugye mindig készülök egy tortával, mert az tényleg egy olyan személyes kis figyelmesség. Na most van egy kérdés, amit én utálok, de mégis próbálok most valahogy föltenni, és gondolom te is hasonlóképpen leszel, hogy nyilván a sok étel közül kiválasztani egyet nehéz, de van mégis egy kedvenced egyébként, amire azt mondod, hogy úristen, azt bármikor, bármilyen körülmények között, bármennyit? Hát, én az olasz konyhával vagyok itt, tehát például a lazanya az egyik kedvencem, tehát azt tényleg bármikor. De nagyon szeretem az ilyen halas, ilyen rákos, tengergyümölcs és ételeket is, úgyhogy azt is bármikor. És ennek logikáján egyébként van esetleg a zenében is ugyanilyen? Tehát, hogy van olyan, amire azt mondod, hogy egy bizonyos zenét az bármikor, tehát megunhatatlan?
Hát sokféle az a stílus, ami mondjuk közel áll hozzám, tehát nem ragadnék ugye egyet ki, nehéz lenne, mert például nagyon szeretem a jazz, a soul, az R&B zene nagyon hozzám közel áll. Talán Whitney Houston, akit így bármikor tudnék hallgatni, és mindig megérint, úgyhogy talán az ő zenéje. A média válogatott vendége Nyári Aliz, a rövid szünet után folytatjuk vele, egy kicsit majd még a zenét boncolgatjuk, ne menjenek messzire. És már is itt vagyunk a média válogatott sztártitkok vendége, Nyári Aliz, akiről már sok mindent megtudtunk, ugye gyerekkorod óta énekelsz, és lényegében folyamatos ez az éneklés, nagyon sokat sütsz, főzöl, minden mellett elvégeztél egy kommunikációs egyetemet, főiskolát, beszéltünk egy picit a fiúkról is, bár az csak nagyon szörmendén, de beszéljünk egy kicsit akkor a zenéről, ugye mire készülsz most, mert én úgy tudom, hogy te azért egy nagyon aktív valaki vagy így a zenében, és tudom, hogy mindig valamit tartogatsz a tarsődban. Mit fogunk most hallani majd hamarosan Aliz házatájáról? Hát köszönöm szépen, hogyha tényleg így látod, és zenészként ez tényleg nagyon jól esik, hiszen az ember mindig valahogy magából szeretne ugye a zenéjén keresztül adni, és hát ez nálam is így történt, és a legutóbbi ugye szólódalom, a Fél óra nyár című dal, hát nagyon sokat jelentett számomra, hiszen tényleg elindított szerintem egy olyan utat számomra, amire már ugye nagyon régóta vágytam és vártam. Mivel most Edith ugye elsősorban az anyai teendőit állítja ugye az első helyre, hiszen most már 3 éves a kisfiú Kálmánka, és Edithke pedig 10 hónapos. Úgyhogy hát természetesen vele is tervezünk közös dalt, esetleg közös produkciókat is. Viszont amire most én szeretnék ugye koncentrálni, az ezt a vonalat szeretném mindenképpen folytatni, amit ugye a Fél óra nyár című dalommal elkezdtem. Készülőben van a következő dal, ami egy kicsit ritmikusabb, egy kicsit lendületesebb lesz, ugye a lírai ballada után. Nagyon-nagyon nagy öröm tényleg látni azt, amikor az embernek a saját dalát visszaéneklik, szeretik, és rengeteg visszajelzést kapok a mai napig, úgyhogy mindenképpen minél több ugye saját dalt szeretni. Azt mondd meg, drága Aliz, hogy honnan inspirálod? Tehát amikor nekiállsz alkotni, akkor hol nyúlsz a lelkedbe, vagy a fantáziádba, honnan szoktál építkezni? Hát érdekes ez is, mert megint csak ugye visszakanyarodok a zenéhez, tehát hogy például amikor bármiféle érzelem ér, akkor én is ugye bekapcsolom a zenét, és zenét hallgatok, és elmerülök egy-egy adott ugye dalban, és akkor abból nagyon sok inspirációért, vagy például nagyon szeretek másoknak a koncertjére elmenni, tehát egy-egy előadó koncertjére volt, hogy külföldre elutaztunk Edithel, csak egy koncertért, mert ez valahogy így zeneileg nagyon fel tud tölteni. És ki a legnagyobb kritikusod? Most itt gondolok arra, hogy ugye a család tetemes része, édesanyád, ő inkább csak a háttérmunkával foglalkozik, de hát Edith, a tesód is, apukát, tehát mindenki zenével foglalkozik, és hogy ezt ti megosztjátok egymással, a véleményt, a meglátásokat, az ötleteket, vagy valahol máshol keresed a kritikust, ha szabad így fogalmazni? Hát abszolút, tehát elsősorban ugye én vagyok önmagamnak a legnagyobb kritikusa, mindig szoktam mondani, mert én tényleg egy ilyen nagyon maximalista vagyok, főként ugye, ha zenéről van szó, akkor ott nem engedek belőle. Tehát, hogy... Én tapasztaltam, hogy a közös dalunk kapcsán. Igen, de... De ez rendben van. Én tényleg szeretem ugye a legjobbat nyújtani, és ezért nagyon jó például a köztünk édesapámmal lévő kapcsolat is, hiszen ő is kikéri ugyanúgy az én véleményemet. Tehát amikor például ő vesz fel egy új dalt, akkor én szintén ott ülök a stúdióba, és akkor amit én hallok, azt ugye elmondom, de ugyanígy működik visszafelé is, tehát hogy ő mindig ott van, akár egy-egy ilyen nagyobb tévéműsorra, amikor készülök, vagy egy-egy megmérettetése előtt, ő mindig ott van és segít a felkészülésben. És volt olyan, amikor mondjuk nem gondoltad volna, hogy apukádnak mondtad, hogy fia, apa, ebben a dalban ezt így kéne, és aztán utána, amikor hallottad viszont ezt a dolgot, akkor úgy érezted, hogy ez az én művem volt? Hát nagyon érdekes, mert ő mindig azért meghagyja nekem ezt a művészi szabadságot, tehát nyilván, ahogy ugye én szeretném megformálni, és ami az én személyiségemhez illik, tehát hogy ő ezt pontosan tudja, hogy én milyen vagyok, és tényleg, hogy
mi az a maximum, amit ő ugye szeretne belőlem kihozni, és valahogy rá mindig ugye bebizonyosodik, hogy hallgatni kell, mert azt hiszem, hogy ő nagyon-nagyon tudja azt, hogy mivel lehet a légy. Igen, úgy, igen így mondhatjuk, igen. Tehát, hogy hogyan kell nagyon megfogni a közönséget, mi az, amivel meg lehet, hogyan kell elindítani egy dalt, felépíteni egy műsort. Tehát, hogy ő nyilván már ugye tapasztalata során, tehát hogy ezt mind nagyon jól tudja. Ha már is szóba hozod a műsor felépítést, ugye említettem neked, hogy ez a műsor az tártitkok, és én már alig várom, hogy végre megtudjam, hogy mi a te titkod. A rövid szünet után visszatérünk a negyedik blokkal, és akkor Aliz elárulja, mi is az ő titka. Drága hölgyeim és uraim, már is megérkeztünk a média válogatott sztártitkok negyedik blokkjával, a vendégünk pedig Nyári Aliz, aki már is el fogja nekünk mondani, hogy mi az ő titka, amit még nem osztott meg a nagy közönséggel. Sok titkod van, Aliz, egyébként? Tehát, hogy kellett most már mazsolázni, hogy mit fogsz elárulni, vagy csak néhányat őrzöl? Hát, inkább azt mondanám, hogy nem, nyilván nem azt mondom, hogy nem vagyok őszinte, tehát, hogy ez nem igaz, mert őszinte szoktam lenni általában, de inkább az, hogy nehezen engedek bárkit is ugye közel magamhoz. Tehát, még aki úgy gondolja, hogy ismer, szerintem az se igazából tud egy-egy bizonyos határig ugye megismerni, mert nagyon nehéz, de akit beengedek, hát nekem viszont nekem is van az... már benne jó pár év munkám, hogy közelem kerüljek hozzá. De végül is én átlopoztam itt a határon, és akkor szeretnék kilopni ebből a kincses tárból valamit. Áruld el, mi a titkod? Egy nagyon gyermekkori titkot árulok el avval, hogy én nagy sorozatrajongó voltam. Ne. Tehát én nagyon szerettem ugye a mexikói sorozatokat, amikor én ugye kislány voltam, hát ilyen 7-8 éves lehettem, amikor ugye bejött első volt az Esmeralda, hát azt nagyon szerettem. Utána a Paula és Paulina és a Rosalinda. Tehát, hogy ez a három, ez minden nap ott kellett ülnöm, 6 órakor kezdődött a tévé előtt. De olyan szinten nekem volt egy barátom, hogy nem tudom felvenni a telefont ilyenkor. Igen, tehát, én akkor teljesen ebben éltem, és beöltöztem Rosalindának, rózsát tettem a hajamba, és hát ugye szerelmes voltam Fernando Joséba, tehát ő volt az első plátói szerelmem. Na, én ennek utána nézek, én nem tudom, ki ez a Fernando José, de most már ez egy érdekes. És mi tetszett benne neked? Vagy csak a sorozat miatt? Tehát, hogy a... Hát valahogy nagyon tetszett. A mai napig, tudod. Te is vállalnál egyébként ilyen szereplést, hogyha felkérnének téged egy ilyen sorozatba? Én szeretem. Tehát, hogy valahogy ugye a musicaleken keresztül valahogy na a jó, színészet de hát azért sem a musical, meg annyira. A szappanopera, vagy hát ezek a sorozatok azért nem ugyanaz igen, a világ. Igen. De valahogy maga a színészet. Uh-huh. Tehát, hogy nincs kizárva, hogy egyszer ebben az irányban is szeretnék elmenni, mert közel áll hozzám, igen. És nagyon sok ugye színész barátom van, és tőlük mindig próbálok így ilyen csínyeket ugye így ellesni, de hát igen, ez egy nehéz szakma. Hát nagyon, bizonyára nagyon. Nem könnyű. Említetted, hogy szeretnél ez irányba is elmenni. Hadd kérdezzem meg, hogy szeretsz utazni? Szoktál utazni? Én nagyon szeretek, tehát hogyha valamit szeretek, akkor az tényleg az utazás, mert ez nagyon fel tud tölteni. Uh-huh. Tehát amikor ki tudok szakadni ugye ebből a közegből, sokszor volt az, hogy ugye Magyarországon belül is, hát akkor legtöbbször ugye fellépésekre utazunk, tehát nagyon sokat. Viszont, hogyha innen el, tehát hogy külföldre, az egy teljesen más közel. És ilyenkor mi az úti cél? Tehát, hogy mi az, ami célként lebeg előtted, hogy abszolút a kontinensről el, vagy tengerparthoz, vagy hegyekbe, vagy csöndes helyre, vagy nyüzsgővárosba? Hát most legutoljára, most Rodoszon voltam nyáron, hát nagyon örültem, hogy sikerült eljutni, még ha egy kevés időre is, de nagyon élveztem azt, hogy én ugye nagyon szeretem amellett, hogy a pihenés mellett, én azért mindig szeretem megismerni ugye a helyi kultúrát, az ételeket, a látványosságokat megnézni. Igen, az a pillangóvölgy, az igen, nagyon igen, tehát gyönyörű volt ugye Görögország eleve nagyon közel áll hozzám, és én valahogy mindig ugye a kettőt próbálom így vegyíteni, de... És Mexikó? Ott még nem jártam, és Amerikába se, úgyhogy ez még egy olyan dolog, amire vágy. Van olyan, ahova nagyon elvágysz? Tehát ahova nagyon elmennél? Európán belül még Párizs, ami most majd szülinapomra készülök, hogy talán eljutok. Ott még ugye nem jártam, de Amerika még egy ilyen nagy álom.
Illetve egy ilyen kérdőjel, nem is tudom, az egy nagy hely, igen, Amerikán igen. belül hova? Tehát, hogy mi az, ami... Hát rokonok vannak ugye Floridában, uh-huh. tehát, hogy ők már hosszú évek óta mondják, hogy hát miért uh-huh. nem jöttök, miért nem, és New York még egy másik, uh-huh. Bár New Yorkról azt mondják, hogy igen. az nem Amerika. Tehát, hogy nem ez... tudom, talán Chicago, tehát hogy kicsit uh-huh. azért úgy, ha ugye mennék, akkor nyilván ugye a zenei életbe is szeretnék uh-huh. betekintést nyerni, és jelenleg ugye nincs is elképzelésem, hogy milyen lehet ott akár fellépni, vagy akár ott belelátni a zenészek életébe, de majd még ezt bepótoljuk. Nagyon szépen köszönöm, drága Alice, hogy elfogadtad a meghívást. Én a műsorban. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Média Válogatás. Sztártitkok Nyári Alizzal. Mindenkinek további szép napot kívánunk, csók a családnak. Köszönöm szépen.